like to play with my life in many ways. That's what they say. Here I am, I'm Ringo Dong. I'm a Deco, the mascot. It's my turn, the gentle touch. The more they love me so much. Hey, now the story must go on, cause a lot of time is gone. We must be ready. Már csak 44 nap van hátra. London, Scotland Yard, Rowham rendőrfőnök irodája. Jó napot, Mr. Rowham! Üdvözlöm, Mr. Sullivan! Jó hírrel szolgálhatok, Mr. Sullivan. Úgy tűnik, a kommunikáció Hongkonggal kevésbé időigényes, mint a többi brit gyarmattal. Hagyja a formalitásokat, és térje már a lényegre. Engem csak az érdekel, fel tudott-e szállni Willy Fogg időben a Carnaticra? A távirat szerint a hajó indulását javítási munkák miatt elhalasztották, de a munkák végeztével azonnal elindult. Elindult. De azt mondja meg, hogy Willy Foggal-e vagy nélküle? Hát ez nem egészen világos, Mr. Sullivan. Nos? Végre! Pontos információim vannak! Az egyik hajómnak sikerült kapcsolatba lépnie a Carnatic kapitányával, aki megerősítette, hogy Willy Fogg nincs a hajóján. Nagyszerű! Foglaltatott ugyan a társaság jegyirodájában kabinokat Hongkongig, mindazonáltal nem szerepel a neve a Carnatic utas listáján. Így hát, ha csak nem szállt egy másik hajóra... Micsoda? Még hogy egy másik hajóra? A kutya úristenit, ezt nem teheti velünk! Rigodon, ébredj! Hát eleget aludtál már, öcsi! Na, ébredj! Hallod? Na, ébredj! Akkor át fogok fütyülni, hogy zsengedik ezt a fület, mint egy vekker! Ezt a pehet. A gépek zakatolásától nem hagyja a fütyülés. Átkozott gépek. Ha tudnátok, milyen eleset vagyok Rigodon nélkül. Felébred! Mi ütött beléd? Ez meg mi? Hol vagyunk, Tico? A Carnatic géptermében. A Carnaticon volna? Mikor szálltunk be? Hát, honnan tudjam. Amikor felébredtem, itt voltam a gépteremben. Mellette feküdtem. Te tehetsz mindenről. Kellett neked ivópár vagy vízmód azzal a nevajás szeszkazánnal? Na, te tökfej, te idióta! Tehát, ki babrájon veled! Ne ütögesd a fejem, amúgy is pokolian fáj. Emlékszem már, ittam pár pohárral azzal a Dix nevűvel, aki mondani akart nekem valamit Mr. Fogról. Ébredj, Tico! Ezt az italt én fájdalomcsillapítónak hívom. És most ígyunk a barátságunkra. Remélem, eztán soha többé nem látom a képét. Kezd derengeni! Az a fickó alig, hanem meghamukálta az italomat. Meg hát, azért nem tudtál felébredni még a fütyülésemre se. Azt mondta, hogy rendőrfelügyelő, és a Scotland Yardnak dolgozik. Szemen szeret hazugság, egy ilyen alamuszi csivész nem lehet zsarú. Te figyelj csak ide, se Mr. Fogg, se Romy hercegnő nincs ezen a hajón. Nincsenek a hajón? Nincs, hát, a te lelkeden szárad. Hé, lelencek!
Csak hogy felméltoztattatok ébredni, ti korhelyek. Na várjatok, potya utasok, gondom lesz rá, hogy így nappal látével ledolgozzátok a viteldíjatokat. Na. Mi megváltottuk a jegyünket, tessék. Mi az? Nincsenek. Nem találod? Nem, semmi sem volt a zsebetekben, potya utasok, csak két útlevél, tessék. Jaj. Na hát. Jaj. Most pedig azonnal lássatok munkához, csibészek, vagy behajítlak a tengerbe. Ne! Mire vártok? Dolgozzatok, férgek, ez nem sétahajózás! Mi van? Nem látok! Csavart fel a lámpát! Nem látok semmit! Jaj! Hé, szaporál azzal a súrolással! Miattad van mindez? Te tehetsz róla? Jó, elismerem. Csak ne bőgítsél. Ki a fene bőgítsél? Mit képzelsz? Csak könnyezik a szememettől az átkozott hagymától. Tiko, odaadnám az összes szemfogamat, ha hírt kaphatnék Mr. Fogról és Romi hercegnőről. Azóta, hogy itt jártak, tegnap este nyomtalanul eltűntek. Bizonyára elfelejtették értesíteni önöket, és egyenesen a Carnatichoz mentek, uram. Az lehetetlen, Rigodon nem tesz ilyet. Alig, hanem eltévedtek Hongkong utcáin. Buli, a jó ég megáldjon, nem tudnál kicsit lassabban menni? Olyan a fejem, mint egy dob, amit egy katonai parádén végigpergettek. Persze, hogy fáj, amikor egyet többet ittál a kelletén. Ne beszélj ostobaságokat, egy kortyot sem ittam. Megmondtam már, hogy fejbe vertek egy doronggal. Micsoda blamázs, egy Scotland Yardos felügyelőre nézve, hogy filmesztelenül mutogatja magát az utcán. Az. De ott tegye meg a fene. Engem főleg az izgat, hogy mindezt annak az átkozott hétpróbás villifognak köszönhetem. Nézd, Buli! Ott megy! Jaj! Még szerencse, hogy ő is lemaradt a hajóról. Én most elmegyek megtudakolni, hogy megjött-e már a letartóztatási parancs. Te tartsd szemmel őket! Abban nem lesz hiba, Dix! Szaporál, fiú! Már is indulunk! Meg vagy vele? Igen, uram! Halló, matróz! Maga a pipával? A rám gondol. Én ennek a hajónak a kapitánya vagyok. Ezer bocsánat, kapitány, igazán nem akartam megbántani, kérem, szánna rám néhány percet. Most nem érek rá, jöjjön később. Nem, most kell beszélnünk, egyetlen percet se veszíthetek. Jöjjön később! Figyeljen rám egy percre, csak egy kérdést szeretnék feltenni. Bérbe adná a hajóját Yokohamáig? Hé, uraságod megbolondult. Ez a hajó már is indul, és Indiába megy. Még hogy a szamurájok hazájába? Nem, uram, a világ minden kincséért sem. Sajnálom, de ha a többiek is ezt mondják, kénytelenek lesznek úszva megtenni az utat. Még ha térdenálva kér, akkor sem. Nem bolondultam meg. Már a 9. hajó utasította vissza. Mozgás, léütő! Csend, pofa be! Vagy az elsőt, aki panaszkodni mer. Megetettem a cápákkal! Már ebben az úcskavasban is kiegyeznék, csak kétlem, hogy elég gyors lenne nekünk. Mit mondott? Ajjaj, uraságod, nem szeretem, ha lekicsinlően beszélnek a hajómról. Megbocsásson, de én egy gyors hajót keresek, és ezt az úcskavasat nem nézem annak. Nézze, akinek gőze sincs a hajózáshoz, annak lehet, hogy az úcskavasam lassúnak tűnik, de kedvező szél esetén, gyorsabb, mint egy gőzhajó. Mind az úcskavas, mind a kapitánya tetszik nekem. Tudtam, mi jár az eszében. Uraságodnak szüksége lenne a hajómra, igaz? Már amennyiben csak ugyan gyorsabb, mint egy gőzhajó. Jó, és mondja csak, hova lenne az út? Makaóba. Yokohamába, kapitány. És 6 napon belül kell odaérnem. Különben lekések egy másik hajót, ami San Franciscóba vinne. Maga nem tudja, mit beszél. Ebben az évszakban ez életveszélyes. Nem.
Minden egyes napért 100 fontot fizetnék. A válaszom nem. És 200-at, ha időben érkezünk. Úgy érték 200 font jutalomdíjat? Sőt, az egészet előre odaadnám. Figyeljetek, léhűtök! Yokohamába megyünk! Micsoda? Mit tudom, merészség egy ilyen ócska teknővel elindulni? Ha nem jött még meg, akkor maga adjon ki letartóztatási parancsot. Értse meg, az a fickó veszedelmes bűnöző, gondolja csak el, nem átolod fejbe venni egy ménykő nagy doronggal. Minden részvétem a dorongé. Rendőrfőnök, ha most nem tartóztatjuk le, olyan területre menekül, ahol már nem tudjuk letartóztatni. Nem innen csészek kínai teát, igencsak hatásos hisztéria ellen. Nem! Magára vessen. Mit mondod? Maga vessen magára, amiért a kínai teától és a szivornyájától úgy elgárgyult, hogy már az sem tudja, mit beszél. Mi van? Bocsánat, rendőrfőnök úr, de egy bizonyos villifog és egy hölgy bebocsátásra vár. Mi? Villifog itt van? Közölje velük, hogy már is rendelkezésükre állok. Igenis, rendőrfőnök úr, parancsára. Azt hiszem, jobb, ha nem láti, mert még gyanút fogna. Igen, elrejtőzöm. Jó napot. Jó napot, kisasszony. Jó napot, Mr. Fogg. Jó napot, rendőrfőnök úr. Egy szívességet kérnék. Köszönöm. Ezt itt szeretném hagyni önnél. A nyomorult meg akarja vesztegetni a bankból ellopott pénzzel. És mit tegyek ezzel a pénzzel, Mr. Fogg? Ha egy bizonyos Rigodon és Tico jelentkezne, kérem adja át nekik úti költségre haza Angliába. Ez nagyon szép summa, Mr. Fogg. De mit tegyek vele, amennyiben nem jönnek érte? Akkor fordítassék jótékony célra, uram. Mr. Fogg... Parancsoljon. Helyes. Gondom lesz rá. Rendőrfőnök! Mi volt ez? Miért nem tartóztatta le Villifoggot? Az a pénz a kezében abból az 55 000 fontból volt, amit a Bank of Englandből ellapott! Jaj, az lehetetlen, Mr. Dix. Mr. Fogg tökéletes úriember. Úriember! Elájulok! Ön Mr. Dix meglehetős emberismerettel rendelkezem, és biztosíthatom, hogy Mr. Fogg nem bűnöző. Igazán leszállhatna róla. Magától persze kibújhat a büntetés alól. De én becsületes rendőr vagyok, és esküszöm, a pokol kapujáig is üldözni fogom, míg csak le nem tartóztatom! De utolsó korrupt! Mi az ördögnek vagy itt? Igazán ma követtem Villifogot, ha nem erre utasítottál. És jutottál legalább valamire? Megtudtál valamit, ami hasznunkra válhat? Megtudtam, Dix, de nem fogsz örülni neki. Miért? Mi az? Mr. Fogg kibérelt egy hajót, ami elviszi Hongkongból Yokohamába. Mi? Egy percet sem veszíthetünk. Fuss, Buri, fuss! Futok, futok! Jaj, jaj, megvakultam, nem látok! Jaj, 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 megvakultam! Mr. Fogg, micsoda találkozás a véletleneknek! Az. Tartom szerencsémnek. Ez kölcsönös. És most hová lesz az út? Yokohamába, Mr. Dix. Na hát, micsoda véletlen. Magam is Yokohamába igyekeznék, de jaj, lekésnem a hajómat. Lám, csak lám. Akkor egy cipőben járunk. Igen, tudja, elképesztő a hajóstársaságok hanyagsága. Most miattuk esem el egy igen fontos üzlettől Yokohamában. Őszintén sajnálom, égönnel. Égönnel. Tudja mit, Mr. Dix? Amennyiben beérni ezzel a bárkával, velünk tarthat. Ha tudnám, milyen hálás vagyok az ajánlatáért! Boldogan utazom önnel, Mr. Fogg! Köszönöm, hálásan köszönöm! Dix! 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 Földet, Mr. Fogg, az üzlettársam is velünk jöhet? Természetesen. Köszönjük! A fickó nem is sejti, ki vagyok. Akkor most megint hajóznunk kell. Megjöttünk. Jó napot. Isten hozta önöket a hajomon. Mr. Fogg, indulásra készen áll. Köszönjük.
Fel tudna venni még két utast, akik ugyancsak lekésték a Carnaticot? Minden további nélkül. Hallották, uraim? Mr. Fogg, egy valamit tisztáznunk kell feltétlenül, mielőtt elindulnánk. Mi nem tudunk többet fizetni az útért, mint amennyit a Carnaticon fizettünk volna. Semmit se kell fizetni. Nagyszerű, ez csodálatos! Nem tudom, Mr. Fogg, ki-e, mi ez a két fickó, de nekem nem tetszene. Ha előbb látom meg őket, a parton maradnak. Indulás leütök! Mi az ördögre vártok? Aggódom Rigodonért és Tikóért. Vajon mi történhetett velük? Bízom benne, hogy semmi bajuk nem esett. A kazán majdnem üres. Még szened bele! Gyorsabban azzal a szénnel! Szaporán, szaporán, különben gondom lesz rá, hogy ne kapjatok enni! Igen, lehet, hogy ez a vihar tájfunba csap át. A tájfun nagyon veszedelmes, hercegnő. Tudom. Egy tájfunnak pedig ez az ócska teknő lehetetlen, hogy ellen tudjon állni. Ezer darabra fog törni. Hogy meri becsmérelni a hajómat? Ha annyira félnek, maradtak volna a parton, utolsó gyáva férgek. Le a vitorlákkal! Gyorsan léhűtő! Kapaszkodjatok meg, emberek! Itt a tájfun, és a kellős közepébe tartunk! Gondolja, Mr. Fogg, hogy biztonságban vagyunk ezen a kis hajón. Romi hercegnő, ne aggódjék! Buliparitás, ez a rohadt hajó már nem sokáig bírja! Nem mondj nekem, mi eddig tudod, hogy nem tudok úszni! Rigodon, mit szólnál, ha lazítanánk egy kicsit? Több mint 40 órája dolgozunk egyfolytában. Tikó, nagyon jól tudod, hogy le kell dolgoznunk az utazást. Dolgozzatok, matrózok, vagy nem kaptok egy falatot se! Nem érhetünk időben Yokohamába? Mr. Fogg, mint láthatja, a tájfun szitává luggatta a vitorláinkat. Teljesen lehetetlen, hogy a másik hajója indulásáig Yokohamába érjünk. És mit tehetünk? Nem látok más lehetőséget, mint Shanghai felé tartani. Nézze, kapitány, nekem Yokohamában kell átszállnom, és semmire sem megyek azzal, ha Shanghaiba visz. Tudom, de ha nem tévedek, a hajó, amelyikre át akar szállni, Shanghai érintésével megy Yokohamába. Igen. Csak ugyanez az útvonala. Yokohamáig jó két napra lenne szükségünk, míg a shanghai vizeket alig fél nap alatt el tudjuk érni, és kis szerencsével összefuthatunk amerikai hajójával a Grand kapitányon. Képes volna erre a bravúrra, kapitány? Természetesen. Még nem mondtam el önnek, Mr. Fogg, hogy boldogult atyám kalóz volt a Hongkong és Makau közti vizeken. Kalóz volt az apja? Hajó a láthatáron! Itt a zsákmányunk! Hé, brigadnyik! Fel a fekete zászlót! Ágyukat készen létbe! Parancs! Na, de jó! Mr. Fogg,
engedheti meg nekik? Ez közönséges kalózkodás. Nem tehetek semmit, késő, teljesen urrá lett rajta a kalóz szenvedély. Jó kis súlya van. Disz, ezt nem hagyhatod, de ne van kurázsi. Miért nem tartóztatod le őket? Elő a kézi bibincsekkel! Te agyalágyult, mit képzelsz? Mire mennék egy magam egy egész bandával? Rajta, fiaim, rajta! Leadunk még egy figyelmeztető lövést. Kapitány, a tánkáder ágyúz minket, el akar sülyezteni. Madarság, ez csak valami félreértés lehet. Fekete zászló. Nem értem, mit akarhatnak. Azonnal állítsák le a gépeket! Azonnal, hajjá! Igen, uram! Diadal, diadal! Uram, sikerült! Íme a Grand Kapitány, amely el fogja vinni önt Amerikába. Az igazat megvalva, kapitány, nem is tudom, miért legyek hálásabb az ön találékonyságáért, vagy boldog útatja hivatásáért. Köszönöm. Mr. Fogg, szeretném tudomására hozni, hogy erre az útra nem csak a pénzért vállalkoztam, de kalandfágyból is, továbbá, mert megkedveltük önt mi valamennyien, igaz? Igen. Igen. Pompás volt felidézni a régi szép időket. Engedelmével, kapitány, beszállnánk. Ha nem tévedek, ön Mr. Willy Fogg, aki körül akarja utazni a világot. Örülök, hogy felismert, uram, de mindenek előtt elnézését kérem, amért így felettébb, szokatlan és erőszakos módon állítottam meg. Megtiszteltetés mindnyájunk számára, hogy a hajónkon van Mr. Fogg. Ön igazán kedves, kapitány? Hála a kucsipanda kapitánynak, és minek is tagadnánk, a megboldogult papa nem épp szalonképes mesterségének is. Willy Fogg időben feljutott a Grand Kapitány fedélzetére. A következő részben Willy Fogg Rumi hercegnő társaságában már Amerika felé tart. Senki és semmi nem akadályozhatta meg abban, hogy lépésről lépésre megvalósítsa tervét. De mi van Rigodon és Tikó barátainkkal? A helyzetük nem túl rózsás, mivel egyetlen vasuk sincs. Lesz-e valaha is módjuk arra, hogy viszontlássák Willy Fogot és a hercegnőt?